Hello, szia, szevasztok, Zoli vagyok, és itt vagyok a Zemplén Kalandparkban, és haladunk felfele a magashegyi libegővel. Hát sajnos a szárhegyi libegő az nem működik, úgyhogy a nemzeti összetartozás hídjához az átcsúszó kabinnal fogunk tudni eljutni. Ez elég kár érte, hogy valamiért nem működik, pedig szerintem leginkább ilyenkor vannak, hétvégén vannak vendégek a legnagyobb számban. Ez egy ilyen magányos 15-20 perc lesz, mire felérünk a magashegyre. Ott azért a kilátót meg is kellene nézni, ha már ott vagyunk. Illetve van egy ilyen kis kilátósétány is. Ezután pedig átmegyünk akkor a átcsúszó kabinnal a Szárhegyre. Ott majd a Magyar Kálváriát megnézzük, a kápolnát, illetve a 100. országzászlót. Ezután pedig irány a Nemzeti Összetartozás hídja, ami körülbelül egy ilyen 5-10 perces sétára van, és megnézzük, hogy milyen is ott a hídon átkelni. Hát az átkelés kicsikét fura dolog, mert ugyebár ha nem sátorajőhelyi vagy, akkor 5000 forintba kerül a belépés, és ha a túloldalon ki szeretnél lépni, és visszajönni, akkor megint 5000 forint, ami nem biztos, hogy jó ár érte. Tehát én valamivel kisebb, kevesebb ára gondoltam, ugye 3000 forintra oda-vissza, egy picit aztán túl van árazva, egy kicsit át kellett volna gondolni ezt a lehetőséget, ezért a körülbelül 700 méter sétáért, amit 80 méter magasban lehet megtenni, az egyik hegyről a másik hegyre. Remélem ez változni fog a közeljövőben. Egy picit olcsóbb lesz, és ha kilépsz, akkor se kell újra egyet vásárolni. Pedig régóta ki akartam próbálni a szárhegyi libegőt, de úgy néz ki, hogy ez ma sem fog sikerülni. Sajnálom, hogy nem működik, pedig hát nem is olyan régen adták át. Nem tudom, hogy mi lehet vele, azt mondták, hogy egyelőre nem üzemel. Úgyhogy haladunk felfele szépen, komótosan a középső állomásig, ahonnan terveim szerint át akartam menni a Szárhegyre a libegővel. Így valamennyivel olcsóbb lett volna talán a jegy, hiszen lehet venni libegő napi jegyet, amivel korlátlanul lehet használni a libegőket. Ez 7200 forint jelenleg. Illetve hát annak, akinek van Telekom applikációja, arba a Moment kedvezményeknél 15% van a libegőre és a bobozásra is, ami azért nagyon jó kis kedvezmény. Ajánlom mindenkinek. Ahhoz képest, hogy június 9-e van, hát ma van a választások napja, úgyhogy reggel korán már voltam szavazni. Utána jöttünk el az egyik haverommal, ismerősömmel ide a Zemplén Kalandparkba, hogy megnézzük ezt a Nemzeti Összetartozás hídját, és kipróbáljuk, bár annak ellenére, hogy mindketten tériszonyosak vagyunk, ezt le lehet küzdeni, de nem lesz egyszerű itt a 80 méter magasban sétálni. Egyenlőre szélcsend van, és az eső is elállt, úgyhogy haladunk felfele, és balról, illetve jobbról is erdő vesz körül minket, és az erdők nyugalmával haladunk felfele
a középső állomásig, onnan még körülbelül egy olyan 6-7-8 perc a felső állomás. Hát bízom benne, hogy addig nem kap el az eső minket, mert akkor megázunk. Utána iránya kilátó, majd az átcsúszókabin a Szárhegyre, az is egy élmény lesz, azon se ültem még, úgyhogy ide kipróbálni. Hogy a Szárhegyi libegőre mikor fog sor kerülni, hát nem tudom, de onnan sokkal szebb a látvány, mint innen, és ezért akartam leginkább igénybe venni, illetve a közös kedvezmény miatt, illetve hogy hát korlátlanul lehet használni mind a két libegőt, bár túl sokszor nem szerettem volna használni, és akkor alattam pedig éppen jön felfele egy bob, és nem sokára majd, ha leérünk a Magashegyi libegővel, ilyen dél körül tervezem, akkor elvileg bobozni is fogunk egyet-kettőt, illetve én hármat szeretnék, de igazából lehet bármennyit, az nagyon nagy élmény, és remélem, hogy addig az idő is sokkal kellemesebb lesz. Most ilyen 20 fok körül van, de eléggé párás, hűvös, friss levegő van itt az erdő közepén. Ahogy olvasgattam itt a kommenteket sajnos erről a Nemzeti Összetartozás hídjáról, amelyet ezen a napon adták át, tehát június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján adták át ezt a hidat. Hát legtöbb kommentő elég negatív véleménnyel volt a hídról, illetve az árazásról, hogy azért ez támogatásból, uniós pénzekből, illetve hát egyrészt magántőkéből, másrészt pedig gondolom közpénzből is épült, és hát bizony az árazás az nem úgy sikerült, ahogy a legtöbb ember várta, ez gondolok itt elsősorban nagy családosokra, nekik azért eléggé fájó dolog lehet azért egy négyfős család, hogyha át szeretne menni egyik irányból, az 20 ezer, ha nem sátoraljőhelyi, és ha ki szeretne lépni, akkor visszafele is megint 20 ezer forint, tehát azért az eléggé drága mulatság, így nem tudom mennyire lesz ez népszerű attrakció, én leginkább az árazás miatt inkább kevesebbért többet elv alapján kellett volna ezt beárazni. Majd meglátjuk, mennyien lesznek. Lassan közeledünk a középső állomás fele, és tényleg itt madárcsiripelés, az erdő nyugalma vesz körül minket. Úgyhogy ilyen a táj. Egyelőre nagyon senki nincsen még a libegőn, tehát 10 órakor volt a nyitás, gyakorlatilag milyen 10 óra, pár perckor a libegőn ültünk, egy kis megbeszélés után, úgyhogy ez egy ilyen 20-22 perc körül van, mire felér, reméljük, hogy fent nem lesz nagy köd. Ez a libegő is fel lett újítva nem olyan régen, tehát kényelmes ilyen műbőr-bőr ülések vannak, és tényleg sokkal komfortosabb, mint a régi libegő volt. Na éppen jön még egy bob alattunk, illetve hát ilyen madárcsiripeléses hangokra lehet felérni a középső állomásig. Így a természet is lassan már éledezik az eső után. Az egy jó kis eső volt Nyíregyházán is, de gondolom itt sem volt sokkal kisebb az eső. Hát terveztük, hogy elnézünk még Sárospatakra, hát mindig kifogjuk, hogy brutális sár van szerintem. Úgyhogy majd meglátjuk visszafele, hogy benézünk-e. Jó lenne oda is azért bemenni, csak hát biztos sár van. Illetve hát még délután mondtak esőt mára. Na mindegy, hát majd meglátjuk. Na a középső állomás, mintha én már látnám a távolban. Tényleg tök csend, tök nyugalom. Csak a madarak csiripelnek, jobbra erdő, balra még egy erdő.
előttünk meg a libegő. Hát túl sokan nem jöhetnek lefele, mivel hogy 10 órakor indult, és akkor van a nyitás, úgyhogy túl sokan nem jöhetnek lefele. Azaz inkább szerintem senki nem jöhet még lefele. Ha csak nem a átcsúszó kabinnal átmentek a felső állomásra, és onnan jönnek. Nem így terveztem a kirándulást, úgy terveztem, hogy elmegyünk a Várhegyhez, ott van ugyebár a sátorolóhelyi Várrom, illetve egy ilyen kilátósétány, azt megnézzük, onnan átsétálunk, ott leteszik a kocsit, ott átsétálunk a hídon, a Szárhegyi libegővel, vagy a kabinos kötélpályán átjövünk, akkor elsősorban a Szárhegyi libegő, a Magashegyi libegő középső állomásáig jön, a kabinos kötélpálya pedig ugyebár a felső állomásra érkezik, és akkor onnan lejövünk, bobozunk egyet, és akkor ugyanígy visszamegyünk a libegőkkel, vagy libegővel és a kabinos kötélpályával. De nem így történt, főleg azért nem, mert azért oda-vissza így a híd lett volna csak magába 10 000 forint, és ebből 0 forint kedvezmény van. Bár ilyenkor nyitása lehetett volna valamilyen 30%-os kedvezményt, vagy ilyesmit kialakítani akár az első hónapban. Hát meglátjuk, hogy egy hónap múlva, fél év múlva ez a híd mennyire lesz kihasznált, illetve hát mennyire fogják csökkenteni az árakat. Jó lenne, mert nagyon sokan nincsenek megelégedve ezekkel az árakkal, és ha Facebookon bárhol kommenteket olvastak, akkor lehet látni, hogy bizony-bizony sokan el vannak keseredve, meg vannak lepődve ezeken az árakon. És akkor itt lenne majd a középső állomás, ahol elvileg ki lehetne szállni, és a Szárhegyi libegővel, vagy a Szárhegyre vezető libegővel át lehetne menni a Szárhegyre, de sajnos nem működik, úgyhogy nem lehet. Így akkor marad a főső állomáson lévő kabinos kötélpálya. Ott van a kalandpark az erdőbe, és középső állomáshoz érkezünk nem sokára. És jó lett volna további libegővel menni, de erre most nincs lehetőség. És akkor ha elnézünk akkor balra, akkor bizony ott áldogál szomorkásan a Szárhegyi libegő, azaz a Szárhegyi vezető libegő, ami tényleg nem működik meg sem moccan, úgyhogy sajnáljuk, hogy így történt, pedig onnan tényleg szép a kilátás Sátoraújhelyre, Szlovákiára. Ugye ez az élmény most kimarad. Majd talán fent a átcsúszó kabinos pályán meglátjuk, hogy milyen lesz. Na, egyre ennyit szerettem volna, további szép napot, sziasztok!